Másodfokú riasztás, a havazások, hófúvások miatt a lakosság fokozott óvatosságát kérik. A természettudományos közoktatás megújítása projekt záró a Vörösmarty Mihály gimnáziumban. Április 21-én ért körbe, a rendezvénnyel kapcsolatban egyeztető megbeszélést tartottak. Köszöntöm a nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. A Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság délelőtt közleményt adott ki a rendkívüli időjárása tekintettel. Az elkövetkezendő napokban a lakosság fokozott óvatosságát kérik. A vonalban Spitz Alexandra szóvivő a tájékoztatást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján továbbra is másodfokú riasztáson érvényben Pest megyében a Nagykátai és Ceglédi kis térség területén, illetve a Gödöllői, Aszódi, Monori, Gyáli és Dabasi kis térségekben elsőfokú riasztás van érvényben. Az utak havasak, jegesek, csúszósak, ezért nagyon fontos, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, főként az autópályákon. Elindulás előtt fontos, hogy tájékozódjanak az utak állapotáról és az időjárásról. A közútkezelő jelenleg is több mint 40 gépjárművel végzi az utak tisztítását. A éjszaka folyamán, pontosabban 24 órától, illetve 0 órától kb. 13 műszaki mentéshez hívták a Pest megyei tűzoltókat. Ezek kisebb balesetek voltak, tehát árokba borulások, árokba csúszások, amik személyi sérüléssel nem jártak, egy esetben volt egy könnyebb személyi sérülés, illetve az Érdi térségben az M7-es autópálya Martonvásári lehajtójánál felborult egy személyautó, ahol az Érdi tűzoltók vonultak és drótkötél segítségével kerekeire állították a járművet. Ennek az esetnek a során sem történt személyi sérülés. Tegnap érvénybe lépett kamionforgalom korlátozása miatt az M0-ás autóúton az Annahegyi pihenőnél, illetve az Érdi térségben, illetve a Budaörsi térségben, a Budaörsi Tesco és Ocean áruházaknál vesztegelő kamionok vannak, akikre természetesen a katasztrófavédelem kiemel figyelmet fordít és folyamatosan ellenőrzi őket. Előre láthatólag az előrejelzés alapján éjfélig, illetve hát holnap már zöld, illetve nem lesz riasztás érvényben. Sajtótájékoztatóval egybekötött záró rendezvényt tartottak hétfőn délután a Vörösmarty Mihály gimnáziumban, amelynek témája a természettudományos közoktatás megújítása volt. A rendezvényen elsősorban a projekt eredményeiről számoltak be. A záró rendezvény megnyitóját követően Szilasné Mészáros Judit, a Vörösmarty Mihály gimnázium igazgatója a projekt előzményeiről beszélt a megjelenteknek. A projekt megpályázását 2009-ben figyeltük meg, hogy lehet erre lehetőséget kapni. Bakos Mária akkor igazgató nagyon szívén viselte a természettudományos tantárgyak oktatását, és a tantestületből a természettudományos munkaközösségek segítségével egy sikeres pályázatot adott be Érd megye Jogúváros önkormányzata, és amikor ezt mi elhatároztuk, akkor arra alapoztunk, hogy a Vörösmartyban már évtizedek óta kiemelt szerep és minőségi oktatása folyik a természettudományos tantárgyaknak, jó eséllyel fogunk pályázni, és a célok között lebegett az is, hogy az átalakuló munkaerőpiacon a mi tanulóink egy 21. századnak megfelelő képzési rendszerbe, illetve infrastruktúrális feltételekbe, tehát konkrétan jelesül a laboratóriumi szárny megújítására gondolok, részesülhessenek. A Vörösmarty Mihály gimnáziumban a szaktanárok vezetésével elindult egy olyan széleskörű szakmai együttműködés, amely a társ intézményeket is bekapcsolta, hangsúlyozta az intézményvezető. Nagyon fontos, hogy korai, szinte kisgyermekkorban élményszerű tanulási módszerekkel ismerkedjenek a tanulók, és a riasztó természettudományos tantárgyak így közelebb kerülhessenek
az ő kis elképzeléseikhez, és erre most van így mód, mert a pályázatnak része volt az, hogy a társintézményekből a 7.-8. tanulók itt laborfoglalkozásokon vettek részt, találkozhattak olyan eszközökkel, olyan módszerekkel, olyan kísérletekkel, amik azt gondolom, hogy fölkeltették az érdeklődésüket, és akkor mi már erre tudunk alapozni majd a középiskolában. Az is nagyon fontos eredményünk, hogy a digitális és a papíralapú tananyagokkal egy olyan tanári munka került az asztalra, ami nagyon sok áldozatot kívánt ugyan, de egy szakmai megújulást is, és a szakmai megújulásnak része volt a tanárok továbbképzése, a digitális tananyagok készítéséről, illetve a használatáról szóló továbbképzés. Mind a gimnázium, mind a partnerintézmények életében egy komoly előrelépést jelent a projekt, amely egy több egységből felépülő összetett rendszer. Erről már Homoki Árpád laborvezető beszélt, majd hozzátette, hogy ennek során fejlesztették az eszközrendszert, az infrastruktúrát, vagyis kiépítették a 2x20 fő befogadására alkalmas laboratóriumot. Ezen kívül a tanárok módszertani felkészítésére is lehetőséget jelentett a projekt. Akkreditált pedagógus továbbképzésében készítették fel őket arra, hogy egy ilyen korszerűen berendezett laborban hatékony munkát végezhessenek, és hát mindenképpen fontos megemlíteni, vagy még egyszer aláhúzni azt, hogy a projekt nem a Vörösmarty Mihály Gimnáziumról szól csak, hanem összesen 11 intézményről, tehát 10 partnerintézménnyel dolgoztunk együtt 2 év alatt, és ez a hálózatos együttműködés ez már önmagában is előrébb vitte a természettudományos közoktatásnak az ügyét, a helyzetét, és az a munka, ami a tananyagfejlesztésbe befektetett energiákat jelenti, maguknak az eszközöknek a beszerzése, megismerése, a laborgyakorlatokon való alkalmazása, ez azt gondolom döntően fontos lehet abban, hogy a projektnek azt a célját meg tudjuk valósítani, ami a természettudományok népszerűsítésére vonatkozik, és a visszajelzésekből, az eddigi tanári vagy tanulói visszajelzésekből én a pozitív dolgokat vélek kicsengeni. Tehát szívesen jöttek ide a diákok, érdeklődő diákok jöttek, és a tanárok munkáját pedig hát egyrészt érdekesebbé, másrészt sokkal hatékonyabbá tehette az az eszközpark, ami a projekt keretein belül beszerzésre kerülő eszközök alapján alakult ki a gimnáziumban. A tanulók tehát nagy örömmel folytatják tanulmányaikat a minden igényt kielégítő laboratóriumban. Április 21-én ismét megrendezik az Ért körbe városkerülő kerékpáros túrát. A menetrend a tervek szerint a szokásos, a gyülekező Ért főterén lesz 8 órától, a túra körei 10 órakor indulnak. A rendezvény kapcsán előzetes egyeztetést tartottak az érintettek hétfőn este a Polgárok házában. Az Ért körbe programjának sikeres lebonyolítása érdekében tartottak közös egyeztetést az érintettek, amelyen szó volt többek között az útvonalak és a pihenőhelyek kialakításáról, a főtér használatáról, a szükséges feltételek biztosításáról és a programokról is. Egyre komolyabbá vált az Ért körbe rendezvény, tehát egyre többen eljönnek, egyre nagyobb előszervezést is igényel, ugyanis egyre több az a szervezet is, aki mellénk áll ebbe, és hát a körbevezetést az biztosítani kell, és itt ugyanúgy a rendőrségnek, polgárőrségnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy itt úgy haladjon végig a társaság a város területein, hogy ne érjen senkit baleset. Egy hónappal a rendezvény ideje előtt ilyenkor összegyűlik a társaság, különböző szervezetek, elmondják a tapasztalataikat, és ezeket próbáljuk összegyúrva egy olyan Ért körbét összeszervezni, ami megint a városnak a szíve csücske lesz. Az idei Ért körbe tavaszi rendezvényén ez alkalommal is a már jól megszokott távok közül választhatnak a kerékpározók. 10, 15 és 30 kilométeres, illetve lesz egy alternatív útvonal szakasz, ami pedig elhagyja a várost. És ezek nem is a távokról kell majd nekünk itt az egyeztetést megtennünk, hanem az útvonalról. Ugyanis ezt tudjuk, érdiek, hogy itt élünk, nagyon sok helyen fel van bontva az útminőség az nem igazán tökéletes, tehát se autóval, se gyalogosan, hanem ugye kerékpárral se. Főleg akkor, hogy ha több száz, több ezer embert vezetünk körbe a városba, akkor igencsak körültekintően kell eljárni abban, hogy milyen útszakaszon fogjuk vinni.
A kerékpározáson kívül természetesen színes programok is tarkítják a rendezvényt, hangsúlyozta Csengeri Attila. Egy ilyen bemutatóval, kisebb kézműves foglalkozással, tehát olyan programokat szeretnénk most is idehozni a főtérre, ami a legkisebbektől a legnagyobbig lényegében tartalmasan el fogják tölteni addig az időt, míg elindulunk. És hát nyilván a legnagyobb attrakció az, amikor közösen nekivágunk a távnak, és akkor Érdnek a nevezetes helyeit is megnézve körbe tekerjük a várost. Hát idén talán nem is az a cél, hogy mennyien veszünk részt, ugyanis tényleg ez a 2-3 ezer fő, ez már megmutatja azt a városban, hogy végül sokan vagyunk kerékpárosok, tehát muszáj velünk foglalkozni, nem lehet már bennünket kikerülni. És a hangsúly, a cél az most arra tennénk mi is, hogy egyre több kerékpár tároló létesüljön a városba, egyre több olyan beruházás történjen, ami kiszolgálja ezt a mennyiségű kerékpárost. A hosszú évek óta megrendezésre kerülő túra Érd határain is túlnyúlt, az ország több pontjáról érkeznek kerekezők a rendezvényre. Hétvégén ismét megrendezték a magyarok vásárát a főtéren. A rendezvényt elsősorban azzal a céllal szervezték meg, hogy a magyar termelőktől friss magyar termékeket vásárolhassanak az érdiek. A magyarok vásárán az árusok kizárólag házi készítésű portékát kínáltak megvételre. A hideg idő ellenére igen sokan látogattak ki a magyarok vásárára. A cél ez alkalommal is az volt, hogy a magyar termelők és fogyasztók egy helyszínen találkozhassanak, és ne közvetítőkön keresztül jusson el a hazai termék a vásárló közönséghez. Az árusok most is színes árukészlettel érkeztek a város főterére. Igazából újdonság talán a biohintás, aki gyerekek hintát hozott ki, és különböző gyerekjátékokat. A többi ugyanaz, tehát itt lehet találni továbbra is az élelmiszerárusokat, kézműves élelmiszert árulnak. Hogyha összeszedjük csoportokba, akkor vannak a fások, a különböző fonott kosarak, meg fajátékosak, vannak a textil árusok, vannak a kerámiások. Szabóné Vaslenke elmondta, hogy többnyire minden alkalommal ugyanazok a termelők érkeznek a vásárra, bár ezúttal új árusokkal is találkozhattak az érdeklődők, akik az ország több pontjáról érkeztek. Jó részt a környező falvakból, városokból, de jöttek a Jászságból, jöttek Szegedről, Egerből, Őrségből. Például elfelejtettem mondani az őrségi tökmagolajost, ez egy nagyon különleges olajakat árul. Van Egerből jön, úgy tudom, a gombás, a szarvasgombás, ő is nagyon jó minőségű árukat hozott. Hát nagyjából. Ja, meg a mézes kalács, hogy például Pécs mellől jött, tehát ő is elég messziről jött. És minden vásáron itt van, nagyon szereti az érdi vásárt, mert itt megveszik az áruit, meg nagyon finom mézes kalácsai vannak. Innen a szomszédból, Tárnokról, mi kürtös kalács készítők vagyunk, és ez most már azt hiszem, hogy a 6.-7. alkalom, hogy jövünk, rendszeresen szoktunk jönni. Nagyon szeretjük a magyarok vásárát, megmondom őszintén, azért, mert nincsen helypénz, ez számunkra nagyon-nagyon kedvező. Én nagyon szeretem ezt a légkört, mert ezek mik vagyunk, ez a miénk. Ez, én úgy látom, hogy az emberek is szívesen jönnek ide, mert mivel nagyon sok a kézműves, és szeretik a magyar árut, én úgy láttam, hogy szeretik. Anyagilag egy picit döcögős a helyzet, de próbálkozunk mi is, és a kedves vásárlók is, hogy vásároljanak mi tőlük. Magyarok vásárát legközelebb a tervek szerint 3 hónap múlva tartanak. Szerdán reggel délelőtt délnyugat felől egyre több helyen szűnik meg a csapadék, viszont általában még borult marad az ég. Helyenként élénk lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban helyenként párássá válhat a levegő, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 0 és mínusz 6 fok között alakul. Délután északon várható havazás még, északkeleten-keleten több helyen havas esőre válthat át a csapadék, közben a Dunántúlon kissé felszakadozhat a felhőzet. Országszerte mérséklődik, gyengül a légmozgás, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között várható.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!